Mint ismert, a Szépművészeti Múzeum épületének rekonstrukciója miatt az intézmény évekre bezár, így a következő esztendőkben lehetőség nyílik arra, hogy a múzeum kincseiből több válogatást is bemutassanak Egerben. E témában egyeztetett a fővárosban Nyitrai Zsolt honatja és dr. Bán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. Az egyiptomi fáraók világát az elkövetkezendő időszakban a közeljövőben Egerbe adhatná a Szépművészeti Múzeum, illetve szóba került egy esetleges repüléstörténeti kiállítás, egri bemutatása, valamint természetesen szó esett Pirker János egriesek képgyűjteményéről, festménygyűjteményéről. Pirker János velencei pátriarkaként hatalmas képzőművészeti gyűjteményre tett szert. Ezt a páratlan kincset 1836-ban, mármint egri érsek, a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Később ez a kollekció lett a Szépművészeti Múzeum alapgyűjteményének meghatározó része. A képek sorában többek között Correggio, Bellini, Giorgione és Memling művei kaptak helyet. Nyitrai Zsolt elmondta, a kezdeményezés célja Eger és térsége vonzerejének növelése mellett az, hogy minél több egri, illetve a városba látogató turista megcsodálhassa a különleges tárlatokat.